Tisztelettel köszöntök. Én is mindenkit, dr. Fider László rezedes vagyok, a Országos Polgári Szövetség Kutyászolgálat és Állatvédelmi Tagozatának az általános elnök helyettese, de több szervezet üdvözletét is hozom a jó magam képviseletében. A Polgári Szövetség létrehozta az Állatvédelmi Szakértő Testületet, amiről majd szeretnék beszélni, annak alapító elnökségi tagja vagyok. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, ahol a rendészettudományi karon oktatok, ott a egyetemi Polgári Szövetségnek a titkára vagyok, és az egyetemen létrehoztunk egy rendészeti kutyász szakosztályt, ami szintén foglalkozik állatvédelemmel, és annak vagyok a vezetője. Valamint az egyetemen alapult a Magyar Szolgálati Kutyákért Alapítvány, az egyetlen civil alapítvány, amely szolgálati kutyákkal, nem civil dolgokkal foglalkozik. És az ő részükről is szeretettel köszöntök mindenkit. Egy kis hercegből lévő idézettel indulnék, vagy hoznám fel, méghozzá azt, hogy te egyszer mindenkorra felelős lettél azért, amit megszerdítettél. Ez az én személyes mottóm is, talán a kollégáim is, hiszen az állatvédelem kapcsán nem lehet elfelejteni, hogy az állatok hozzánk való kötődésében az ember szerepét, és ez az oda-vissza felelősség, ez a kölcsönös szeretet, ez mindenképpen át kell hassa a mindennapi tevékenységünket. Ez hatja át amúgy a polgárőrség ezzel kapcsolatos tevékenységét is. Ugyanakkor kiemelném azt, hogy az állatvédelem közös ügyünk. Ez megint szintén egy nagyon fontos megvalósítása, hiszen többes szerepkörben élem a mindennapjaimat, és nem lehet különbséget tenni rendészeti vagy hatósági oldalról, vagy civil oldalról az állatvédelemről, mert hogyha ugyanarról a témáról ugyanúgy gondolkodunk, akkor egy irányba haladunk, és akkor tudjuk az állatvédelmet úgy létrehozni, végrehajtani és működtetni, hogy ne csak egy kimondott szó legyen, hanem az tartalommal is bírjon, és mindenki ugyanazt gondolja mögé. Ebben felelőssége van a hatóságoknak, és a polgárőrség is szeretne ebben az oldalról, két oldalról is megnyilvánulni. Mindjárt el is mondanám, hogy mi az a két oldal. Egy kis történeti kitekintést tennék. Az Országos Polgári Szövetség önmagában civil szervezetként, de nagyon érdekesen jelenik meg a civil szervezeti palettában, hiszen egy törvény, amely a tevékenységét szabályozza, létrehozását, szervezetét és a működését, működési feltételeit meghatározza. Azért fontos ez nekünk, mert egyrészt annak ellenére, hogy civil szervezet, a törvény alapján az Országos Polgári Szövetség köztestület. Tehát mégsem a civil szervezetnek az a csúcsa, köztestületi jellegzetesség, hogy akár hatósági jogkörrel is el lehet őket látni. Jelenleg hatósági jogkörrel a polgárőrség nem rendelkezik, de az egyetlen egy olyan szervezet, amely stratégiai partnerként a rendőrséggel a közrend és a közbiztonság fenntartásában hivatalosan törvényi felhatalmazás alapján működik közre. Ez nagyon széles lehetőségben, nagyon komoly felelősséget is jelent ebben a részvételben. A polgárőr törvény önmagában deklarálja, hogy az egyesületek, a polgárőr egyesületek állat, környezet és természetvédelmi tevékenység támogatásában részt vehetnek. Tehát szintén az a civil szervezeti struktúra és szervezet vagyunk, akinek törvény biztosítja azt a lehetőséget, hogy az állatvédelemben tevőlegesen részt vegyem, és ezáltal lenyomatot is hagyjon ebben a tevékenységben. A törvény alapján az Országos Polgári Szövetség alapszabálya is ugyanígy kimondja ezeket a lehetőségeket és ezekben történő részvételeket. Ez megint azért fontos, mert ugye a törvény is mindenkire kötelező, az alapszabályunk pedig minden egyes polgárőr egyesületen nézve ugyanúgy határoz meg feladatokat. Ez nekünk azért jó, mert a normatív háttér mindenképpen fontos a cselekvéshez és a végrehajtáshoz. Ugye azt sem kell elfelejtenünk, hogy a polgárőrök nem egy elkülönült emberkategória, hanem azok az állampolgárok, akik a szabad idejük terhére a saját sokszor önkéntesen vállalt pénzbe kerülő tevékenységek, dolgok által kívánnak részt venni a közbiztonság erősítésében. Ugye szintén ez mindenképp jellemző nagyon sok kollégánkra, nagyon sok szervezetre, ami nálunk még külön kiemelnék, hogy nálunk a tagság büntetlen előélethez kötött. Tehát ahhoz, hogy valaki polgárőrként tevékenykedjen kint az utcán, ahhoz őnek büntetlen előéletnek kell lennie.
Ez megint egy, nekünk egy garanciát ad arra, hogy az ő gondolataik azok a normák, szabályok elbetartása és a társadalmi együttélésnek az erősítésére vonatkoznak. Ezért támaszt a törvény szigorú feltételeket nálunk a tagsághoz. Már régóta működik állatvédelem a polgárőrségen belül, hiszen a polgárőrök a lokális helyi környezetben lévő állampolgárok, akik valamit szeretnének tenni, és hogyha valami kirívóan a közösségnek nem tetszik, társadalom ellenes, akkor ők próbálnak reagálni a saját módjuk és lehetőségük alapján. Ennek az állatvédelmi tevékenységnek az egyik csúcspontja és a jelenlegi tevékenységünk elődjét a Tatabányai Polgárőr Egyesületben megindult kezdeményezés adta. Molnár Zoltán kollégám, aki a tagozatunk elnöke, ő egy kisebb csoporttal, jogászok és állatorvosok közreműködésével indult el azon az úton, amelyet az Országos Polgárőr Szövetség kíván folytatni. Az mellett, hogy régóta működtünk, az Országos Polgárőr Szövetség elnöksége felismerte, hogy a polgárőrség eljutott egy olyan fázisába 2022-t követő 2023-ban, hogy ez a 66 ezer fő, akik a polgárőrség hivatalos státuszkójában a polgárőrök ma Magyarországon, elérkeztek egy olyan fordulópontra, hogy nem csak vagyunk, hanem képesek vagyunk és tudunk is tenni. A kapcsolatrendszere a polgárőrségnek nagyon szerteágazóan, nagyon erőteljesen a hatósági kompetenciával rendelkező szervezetekkel egybefüggött, egybeforrott. Ennek okán, és mivel a lakosság helyi tagjai alkotják a polgárőrök lokális közösségét, ezért egy nagyon erőteljes kapcsolatot is tud teremteni a hatósággal, a polgárőrség úgy, mint kvázi helyi lakos, de annál mégis egy picit több, egy egyenruhában lévő, törvény alapján szolgáltat teljesítő polgárőr, aki tud a hatósággal kommunikálni. Ez mindenképpen erősebbé teszi azt a szót, hiszen mindenki és sok szervezet felháborodik egy-egy eseményen. A polgárőrség szava nem egy még egy hangos szó, hanem a hatósági eljárás megindítását lehetővé tevő közvetlen tényező. A következő fordulópont ugye az elnökség azért, hogy észlelte azt, hogy a polgárőrség képes és kompetenciát is érez magában arra, hogy az állatvédelme közreműködjön. A dr. Vetter Szilvia által vezetett közös ügyünk az Állatvédelmi Alapítvánnyal egy együttműködési megállapodást kötött azért, hogy a polgárőrség is a lehetőségeivel, eszközeivel, humán emberállományával kivegye a részét az állatvédelemből. Ennek a megvalósítására egyrészt belső normatívákat is létrehozott Altábor nagyúr, másrészt meg ennek a legerőteljesebb belső megnyilvánulása az volt, hogy 2023. június 16-án létrehozta az Országos Polgárszövetség elnöksége a kutyászszolgálat és állatvédelmi tagozatot, amely feladatul kapta a polgárőrség állatvédelmi tevékenységének a kiteljesítését, a közös ügyünk az Állatvédelmi Alapítvánnyal történő kapcsolattartást, és majd még mindjárt, hogy tovább lépek, további feladatok is generálódtak. Amit el szeretnék mondani, hogy az sem véletlen, hogy milyen szakemberek kerültek a tagozatba felkérésre. Molnár Zoltán elnök úr, mint már mondtam, hogy az ő tevékenység és csoportja alapozta meg a polgárőrség állatvédő tevékenységének a kiteljesítését a szervezeten belül. Több mint 30 éve foglalkozik szolgálati kutyákkal. Ő is rendőr. Ennek okán nagyon komoly szakmai, hatósági és kutyás tapasztalata van az állatvédelem terén. Én, mint általános elnökhelyettes kerültem felkérésre a jogi részeknek a fejlesztésére és ugye további tevékenységek összefonására. Az Országos Polgári Szövetségnek van egy lovas tagozata is. A mi tagozatunk előtt lovas és kutyás tagozat volt, ebből vált ki a mi tagozatunk.
Altábor nagy úr nagyon bölcs döntése az volt, hogy a lovastagozat elnöke legyen nálunk elnökhelyettes, a mi elnökünk pedig az ő elnökhelyettes a lovastagozatban, hiszen eddig is együtt hajtották végre ezt a tevékenységet. Másrészt meg az állatvédelem nem válhat ketté, nem vehet két irányt egy ilyen nagy szervezeten belül, ezért nagyon fontos, hogy mi egyformán gondolkodjunk, és amit most én mondok, azt elnök asszony is ugyanígy mondja. Tehát, hogy mi nem gondolkodunk kétféleképpen az állatvédelemről, egyféleképpen gondolkodunk, szeretnénk tenni valamit, csinálni, és közösen szeretnénk ezt elérni, vagy támogatni. Dr. Nagy Tóth Nikolett, rendőr-alezeres asszony, akivel a Nemzetközi Szolgálati Egyetemen oktatok, az mellett, hogy polgárőrű kommunikációs tevékenységgel foglalkozik, hiszen azt is tudni kell, hogy a jóbornak is kell cégér. Tehát akár a polgárőrségnek, akár bármely szervezet tevékenységének a PR-ja sem mindegy, hiszen nem mindegy, hogy kikhez jut el a mi általunk megtett cselekedetről a hír, vagy a felhívás, amiben szeretnénk támogatókat vagy közreműködőket kérni. Tehát mi is ezt így gondoljuk, hogy nagyon fontos az, hogy a PR tevékenysége hogy történik a polgárőrségnek és a polgárőrség állatvédelmi tevékenységének. Másik nagyon fontos személy itt amúgy Morvan László rendőr-alezeres úr, a Dunakeszin lévő nagyon hosszú volt a visszatekintő BM kutyavezetőképző iskolának, a jogutódjának a vezetője. Amit azért érdemes ezt is megemlíteni, hogy nem tudunk ezen a szervezeten kívül olyan szervezetet, ami mondjuk 1971 óta nem változott. Ugyanott van és ugyanazt csinálja. Ők ugyanott vannak, ugyanazt csinálják. A rendőrségen belül nem csak a kutyavezetőképzéssel, hanem az állatfelügyeleti főosztályt is vezeti. Hivatalosan országos rendőrfőkapitány úr engedélyével vesz részt ő is a tevékenységben. Ez szintén egy olyan garancia, hogy a polgárőrség állatvédelmi tevékenysége nem válik el a rendőrség állatvédelmi tevékenységétől, hanem azzal egy irányban, annak a támogatásával zajlik. Ugye ez azért fontos, mert itt is már ugye szóba került, hallottuk, hogy amikor eléri az állatvédelmi incidens azt a ingerküszöböt, amikor a társadalom, a lokális helyi közösség tagjai felkiáltanak és tenni szeretnének valamit, és mondjuk ebben a hatóság is közbelép, akkor a rendőrség kihagyhatatlan tényezővé válik. Ezért nagyon fontos, hogy a polgárőrség azt az irányt képviseli, de kvázi érzékenyítésű hatással is bír a közös szolgálatok során ebben a tevékenységben. Ez szintén nagyon fontos a részünkre. A további tagok mindenki elismert szaktekintély a kutyaképzés területén, többen rendőrök is voltak. Pisoff Feri bácsi, ő foglalkozik ugye a kovaszokkal, csak ezt szeretném megemlíteni, nagyon szeretjük, és nagyon komoly tapasztalattal próbálja segíteni a mi munkánkat. A következő nagy lépés volt, hogy felismertük azt, hogy azért, hogy létrejött a tagozatunk, az nem elegendő az állatvédelmi területen a továbblépésre, ezért Ovádi Péter kormánybiztos úr és a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány támogatásával az Országos Polgári Szövetség létrehozta az Állatvédelmi Szakértői Testületet, amely hivatott lesz szakértői támogatást nyújtani a polgárőrség állatvédelmi tevékenységének. Nagyon komoly unikum szervezet, nincs ilyen szerintem az országban, ugyanis a tagok közé a legújabb képzésben végzett állatvédelmi szakállatorvosok és az állatvédelmi szakjogászok kerültek meghívást a felkérésre. Ezt köszönhetjük szintén dr. Vettel Szilviának, hiszen jó magam is, többen most kolléganom is itt van, ugye Szilvia is itt volt, majd dr. Nagy Csillag, utána következik, ő is a szakértői testületnek tagja, sőt most az úgy szerint az egyik vezetője. Úgyhogy mi azt kívánjuk a testülettel elérni, hogy a polgárőrök ne csak egy laikus szó, vagy egy kimondott szót képviseljenek, hanem az általunk kiképzett polgárőrök minőségi segítséget tudjanak nyújtani az állatvédelemben. Hogy ez miért fontos, az mindjárt egy picit később kitérek rá. Jelenleg ott tartunk, hogy a kormánybiztos úr és a közös ügyünk az állatvédelem vezetésének a segítségével egy oktatási anyag készül a polgárőrök részére.
Lesz egy általános oktatásanyag, minden polgárőrt szeretnénk olyan helyzetbe hozni, hogy a tudása megfeleljen arra, hogy állatvédelemes segítséget tudjon nyújtani. Nagyon sokan már most is képesek erre. Vármegyénként kijelölésre kerültek állatvédelmi koordinátorok, akik magasabb, szélesebb körű képzésben részesülnek. Mindenki megszerezheti ezt, akit szeretne, csak ugye lesz, próbáltuk ezt a képzést is úgy létrehozni, hogy van egy nagyon komoly törzsanyag, ami a rendőrség teljes állományában is oktatásra kerül. Ennek egy nem teljes része kerül oktatásra a polgárőrség részére, és a jelenleg van megszervezés alatt, hogy a kormányhivatalok állománya részére is részt veszünk a képzésben. Ez megint azért nagyon fontos, mint hogy az elején is próbáltam rávilágítani, hogy a közös célunk az egy utat és egy gondolatot kell, hogy jelentsen, akkor tudunk előre haladni. És bár civil szervezetben nem illik, vagy nem biztos, hogy így illik mondani, de hogy az állatvédelem az annyira komoly ügy, hogy nem osztja meg az embereket párt nézethez vagy valláshoz való tartozástól függetlenül. Tehát ezt nagyon büszkén tudjuk mondani, hogy az állatvédelem az a közös pont, ami nemzetünket, országunkat egy irányba tudja terelni, egy irányba tudja tartani, és egyformán tudunk gondolkodni. Ezért nagyon fontos, hogy akik ebben lehetőséggel és képességgel bírnak, hogy támogassák, vagy a saját területeken az élére álljanak, azok egy irányba gondolkodjanak. Mert akkor tudunk elérni, mert a szerdaág az irányba történő gondolkodás megosztja az erőket és a lehetőségeket, és ezáltal a végrehajtás egy álommá válik, hiszen nem lesz egységes. A szervezeti együttműködések. A belső együttműködésünk az úgy alapul, hogy az Országos Polgárszövetség alatt létezik minden polgárőr egyesület, vannak a vármegyei szervezetek. Hát mi igazából az Országos Polgárszövetséghez tartozunk, de mi mindig úgy definiáljuk magunkat, hogy mi egy támogató szervezet vagyunk, akik a vármegyei szövetségek, meg a helyben lokálisan végrehajtó polgárőr egyesületek részére adják meg azt a jogi és szakértői támogatást, amire az állatvédelemben szükség van. Ehhez viszont nem elégséges az, hogy a polgárőrség csak saját maga öncélúan egy újabb hangos szóként részt vegyen, hanem örömmel jelentem, hogy az állatvédelmi szakértői testület az ORFK vezetésnek teljes támogatásával jött létre, olybá, hogy a szakterületet irányító szervezeti egység vezetője részt vesz a tevékenységben. Tehát szintén, amit a szakértői testület iránynak kitűzés elgondol, az teljesen egyeztetésre kerül a rendőrséggel, és nem külön utakon fog járni, hiszen most folytatódik a vármegyei képzésekben a rendőr kollégák állatvédelemmel kapcsolatos további képzése és érzékenyítése, ami szintén ugyanaz lesz, mint amilyenk. Az előbb hallhattuk a kettővel előbb a Nébi kollégának az előadását. Örömmel jelentem, hogy a Nébi általános igazgatója részt vett az alapításban, alapító tag is, és a Nébi folyamatosan részt fog védeni az állatvédelmi szakértői testületünk tevékenységében, ugyanis a Nébi a másik hatóság a rendőrségen kívül, akit nem lehet kihagyni, mert nélkülük nincs hatósági intézkedés ma Magyarországon. Ezért úgy próbáltuk felépíteni, hogy amit mi szakértői támogatásként tudunk nyújtani, az mindenütt elfogadott lesz. Tehát, hogyha a végrehajtódnak a képzések, akkor a szakértőink által meghatározott, vagy delegált, vagy lokalizált tevékenységeket a NÉB is ugyanúgy fogja komolyan venni, mint az Országos Rendőrfőkapitányság. Ez azt jelenti, hogy a felelősség is nagy lesz, viszont akkor egy olyan komoly együttműködésben el tud indulni egy egységes irányú állatvédelmi incidensekre történő reagálás, amely a polgárőrség segítségével országos teljes kiterjedést tud nyújtani, ugyanis ugye a 66 ezer főnk minden egyes rendvédelmi hatósági szervezetnél nagyobb személyi kapacitást és észlelési lehetőséget biztosít a polgárőrség számára. Ezáltal tud és szeretne a polgárőrség ebbe segíteni, és reményeink szerint tavaszra képes is lesz ennek a feladatnak az ellátására lenni, úgyhogy tisztelettel és örömmel szeretnénk kérni a civil szervezetek támogatását ebben, hogy közösen tudjunk ezen az úton elindulni, mert mi sem érünk semmit, hogyha nem fogunk össze. Tehát mi szeretnénk egy hidat képezni a eljáró hatóságok és kompetens szervezetek között a civil szervezetek és lakossági jelzésekre, hiszen a polgárőrség pont ezért alakult,
hogy a helyben tetre kész tenni akaró állampolgárok egy szervezet keretek között indítsanak el egy hatósági eljárást. Úgyhogy mi ezt is szeretnénk az állatvédelemben végrehajtani. És a következő két gondolat a rendvédelmi szervek vezetése azért kerül ide, ugyanis a polgárőrség most már részt fog venni a rendészettudományi karon, most írtunk el egy együttműködést a rendészet vagy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektorával, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen lévő egyetemi polgárőrségünk érzékenyítő szolgálatokat fog szervezni a leendő rendőrtisztviselők részére. Hogy miért fontos ez és hogy tartozik ide? A rendőrvezetők döntésétől függ nagyon sok minden. Eljárás, ők minősítenek, ők döntik el, hogyha történik egy bejelentés, abból lesz a bűncselekmény, hiszen a rendőrség minősíti. Tehát nem mindegy, hogy a vezetők, a rendőrvezetők hogy gondolkodnak. És mi úgy gondolkodunk, hogy őket akkor kell már érzékenyíteni, amikor meg az iskolapadban ülnek az érettségi után. Úgyhogy mi elkezdtük ezt a rendészettudományi karon, és folyamatosan vonjuk be, még tisztjelöltnek hívják ott őket, de ők lesznek azok a tisztek és azok a vezetők, akik később döntenek. De ennél kicsit tovább mentünk gondolatban, ugyanis a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen képzik a kormányzati vezetőket is nagyon széles spektrumban. Ezért a rektor felhatalmazásával az ANTK-n és a többi karon is ezt a tevékenységet szeretnénk folytatni, aminek egy célja van, hogyha időben érzékenyítjük őket, ugye, ahogy Hedvig mondta, az oktatás a legfontosabb tényező. Ők még rácsodálkoznak a közigazgatási és rendészeti szervezetrendszer feladati struktúrájára, és még örömmel mennek a feladatok elébe. Ezért a operáns kondicionálás tudatával mi is pozitív megerősítést szeretnénk nekik adni abban, hogy az állatvédelmi irányába kell elmozdulniuk, mert az nekik jó, mert az mindenkinek jó. Tehát ez a célunk az oktatásban, hogy őket mindegyik karon érzékenyítsük, és meghívjuk abba a táborba, akiknek annyi feladatuk lesz vezetőként, hogy igent mondjanak, aláírjanak, támogassák az állatvédelme kapcsolatos kezdeményezéseket. És akkor megváltozik a világ. Most mi így gondoljuk. A közigazgatás és a jegyzők. Nagyon fontos, nem is gondolnánk, hogy mennyire fontos, elsődleges állatvédelmi hatóságként. A polgárőrségnek nagyon fontos szerepe van ebbe. Utána következik majd dr. Nagy Csilla, sok mindent el fog mondani, hiszen ő az egyik legavatottabb szakértője a témának ma az országban. Arra jöttünk rá a tevékenységünk során, hogy mivel a rendőrség stratégiai partnere vagyunk, ezért polgárőrként szinte mindig a rendőrökhöz fordulunk. Kvázi természetes, nem ugyanolyan egyenruha vagyunk, csak a tépőzár más. Tehát nekünk polgárőr van ráírva, amikor polgárőr vagyok, a rendőr, akkor rendőrség, de ugyanaz az egyenruha, ugyanaz a cég gyártja. Tehát, hogy tényleg ugyanaz. Csak hogy ennek nem biztos, hogy minden esetben ez jó. A rendőrség kapacitása, állományszáma véges. Ha olyan dolgokkal fordulnak, és ezt azért is mondom el itt tisztelettel a kedves hallgatóknak, hogyha nem tudjuk, hogy melyik ügyben melyik hatósághoz fordul, minden hatóság segít, majd akkor valamit kitalál, átteszi, megpróbálj megoldani, rengeteg erőt elvesz. Rengeteg erőt, energiát vesz ez al, vagy az el, hogy a nem a hatáskörrel és illetékességgel és döntési képességgel bíró szervezethez érkezik a jelzés. Ezáltal a rendőrség kvázi túlterhelődik, más szervezet is túlterhelődik, holott rengeteg ügyben a jegyző a jogosult, csak nem tudjuk. Tehát mi zászlónkra tűztük azt célul, hogy a képzések során teljes mértékben felvilágosítsuk és felruházzuk a polgárőrünket azzal a képességgel, hogy el tudják dönteni, hogy az adott bejelentés kire tartozik, hogy ne terheljünk olyat, akire nem tartozik. Már többször vettünk részt jegyzők továbbképzésén dr. Nagy Csillával, és csak az a tapasztalatom, hogy örömmel állnak a feladat erőbe, mert szeretnének tenni, nem jut el hozzájuk az információ, amiben dönteni tudnak, vagy olyan jut, amiben nem tudnak dönteni. Tehát, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy azzal legyünk képbe, hogy hol tudnak segíteni. Nem találkoztunk csukott ajtóval. Tehát, hogy ez valóban az állatvédelem az egy olyan dolog, hogy mindenki szereti az állatokat. Kortól, nemtől, lehetőségtől függetlenül. Hiszen olyan pozitív érzésre töltenek el minket, bárkit, hogy aki egyszer simogatott állatot, az megint akar. Nálam, amikor van egy ilyen szolgálati kutyák alkalmazása tanórám az egyetemen, és az első feladat tisztelteknek kutyát simogatni. És
Nagyon érdekes, hogy reagálnak, hogy nem, hiszen előtte egy nagyon feszes képzésen vesznek részt, és nálam van először ilyen lehetőség, hogy ilyen önkéntelen reakciókat tegyenek. Hát érdekes, és jó érzése tölt el mindig. Hát ezért fontosak a jegyzők. És akkor ugye, amit mind említettem, mi próbálunk pluszba segíteni, hogy a NK Polgárőr Egyesületben, a Közszolgálati Egyetemben lévő rendő, közigazgatási és rendészeti vezetőket érzékenyítjük. Ugye látjuk, hogy nálunk képzünk, az egyetemen képzik az összes ott felsorolt rendészetben résztvevő szervezet tiszti vezetői állományát. Tehát nagyon egyszerű, ha őket érzékenyítjük, megváltozik a világ. Tehát mármint, hogy rendészeti oldalról. Az ANTÉK-en kérzik a közigazgatási vezetőket, a nemzetközi karon a nemzeti vezetőket, hiszen numero 1-es egyetemen vagyunk a kormányzatnak. Ezért a lehetőségünk határtalan, hogyha élünk vele. Hogyha jól élünk vele, hogyha közösen jól élünk vele. Tehát egy jó hívó szó az mindig nagyon fontos. Mint már említettem, megkezdtük az együttműködést dr. Nagy Csilla segítségével a jegyzőkkel. Több oktatáson vettünk már részt, mindent nem is említettem. Itt és már dr. Veter Szilvia segítségével első állomásként a Veszprém megye rendőrfőkapitányságon is megtörtént az állatvédelmi érzékenyítés oktatás, ott lévő rendőrvezetők és intézkedésre jogosult nyomozók részére, ami szintén elindít egy folyamatot. Ez nem egyik napra a másikra történik meg, tehát ez egy folyamat, aminek egyrészt türelemmel kell rajt végigmenni, úgy, ahogy neveljük az állatainkat, tehát nagyon türelmesnek kell lenni, lehet, hogy többször-sokszor ugyanazt el kell mondani, de hogyha nem leszünk türelmesek, és nem az operáns kondicionálással, a pozitív megerősítéssel élünk, akkor nem jó irányba fogunk haladni. Tehát, hogy mindenkitől én is ezt kérem, hogy türelmesen a saját területén, ha kell, százszor mondja el azt, ha kell, százszor mutassa meg ugyanazt, mert minden egyes alkalom lesz egy követő, és az egy követő, az a száz alkalommal már száz lesz. Tehát, hogy ez a célja. Mi a jövőképünk, ahogy Hedvig is mondta, a felelős állattartást, azt nem lehet elég korán kezdeni ennek az oktatását. Mindenki a saját lehetőségében vesz részt. Örömmel jelentem, hogy a polgárőrök, amióta van kutyánk, azóta részt vesznek óvodáskortól kezdve, a saját helyi lokális közösségben, de tényleg, minden óvodában, minden iskolába elmegyünk, minden középiskolában ott vannak a polgárőrök. Most a héten voltam Gyóendrődön a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács szervezésében, két szakközépiskolában tartottunk érzékenyítést, állatvédelemmel kapcsolatban is. Úgyhogy a polgárőrség az nagyon régóta ebbe tényleg kiveszi. Én azt gondolom példamutató, mert ezt nagyon, nagyon magas ismeretekkel művelek a kollégák, sőt, hogy ezt még növeljük, létrehozzunk jövőre egy érzékenyítő polgárőr kutya képzést, aminek pont ez lesz a célja, hogy társadalmi és oktatási érzékenyítésben olyan kutyákkal tudjanak részt venni, akik megfelelő szocializációval és bizonyos képességekkel rendelkeznek arra, hogy aki velük egy foglalkozás részt vesz, az nagyon pozitív attitűdre támozzon onnan. Hiszen ez a lényege ennek. Úgyhogy ez is az egyik célunk. Részt vettünk már polgárőrségként ősszel a Nemzeti Állatvédelmi Tanácsba is, meghívtak minket, ahol előadást tartottam és eloltattam a terveinket, és az IEM a teljes támogatására biztosított ott is bennünket. Jó magam is részt veszek az Állatorvostudományi Egyetemen, a Miskolci Egyetem és a Pécsi Tudományi Egyetemen képzésben. Oktatóként a saját rendezvényeinken is az állatvédelemmel és a felelős állattartással foglalkozunk, de ahova meghívnak minket, nem mondunk nemet sosem, hiszen a polgárőrök helyben mindig részt vesznek a közösségben. A kutatók éjszakáján az egyetemen 2016 óta tartok kutyás bemutatót és érzékenyítést, olybán, hogy minden évben külön felkérnek rá, tehát igyekszünk ebben tevőlegesen részt venni. Úgyhogy igazából a én jövőképen, már mint jogászként, én azt tűztem a zászlómra, de ez még csak a saját zászlóm, de azért le akartam írni, hogy az én saját zászlómom az is benne van,
hogy én szeretném, hogyha az állampolgári törvénybe sikerülne a mi törvényünkbe még határozottan belevédeni az állatvédelmi tevékenységet. Ehhez kell az, hogy most, amit elkezdtünk, az bizonyítsunk vele, hogy érdemesek vagyunk rá, és minél nagyobb hatáskörben vegyünk ebbe részt. Én nagyon nagy örömmel megköszönöm a megtisztelő figyelmet, és hát remélem, hogy sikerült betekintést nyújtanom a polgárőrség terveiről, és hát remélem, hogy a jelenlevőket sikerült támogatóként is megnyerni ebben a tevékenységben, hogy segítsenek nekünk ezen az úton, amint elindultunk, mert csak akkor tudjuk végrehajtani, hogyha közösen csináljuk, és akkor tisztelettel kérném, hogyha legközelebb találkoznak polgárőrrel, akkor köszönjenek neki, hiszen ő önként a saját közösségben igyekszik azért a szabad idejéből dolgozni, hogy a jelenlevők hozzátartozói, gyermekei, ismerősei biztonságban hazaérkezzenek. Nagyon szépen köszönöm.